Jó napot! Nagyon büszke vagyok rátok, és nagyon köszönöm nektek azt, hogy a szabadidőtöket, a saját pénzeteket arra áldozzátok ismételten, hogy olyan magyar családokat megvédjetek, akiket a magyar állam nem véd meg. Egészen elképesztő, hogy miközben a mögöttem látható házban tartózkodó pedofil bűnöző a bírósági tárgyalásán beismerte szörnyű bűneit, azután a magyar állam vonatkozó szervei egyszerűen hazaengedték. Hazaengedték, és azt is megtudtuk az áldozatok, a gyermekek szüleitől, hogy minden héten egy napot el is távozhat innen, szabadon, mert hogy állítólag kezelésekre is kell járnia, és hát természetesen ilyenkor szabadon utazgathat, bebuszozik Nagykátára, és találkozhat, mint ahogy ez meg is történt már, találkozik is az áldozataival, azokkal a gyermekekkel, 6 és 10 év közötti kislányokról beszélünk, akiket megtámadott, akiket molesztált. Ezek szerint a magyar állam azon szerveit, azon tagjait, bíróság, ügyészség, akik első számú feladata a törvénytisztelő magyar állampolgárok védelme lenne, fontosabbnak tartja egy pedofil bűnöző kezeléshez való jogát, mint azoknak a megtámadott kislányoknak a jogait, akiket jelek szerint nem véd meg senki. Nem teszi fel a kérdést az a bíró, vagy az az ügyész, akinek a munkája következtében ezt a pedofilt ideengedték, újra visszaengedték az áldozatai közé. Nem veszik figyelembe, hogy esetleg majd azoknak a gyermekeknek, a pedofil bűnöző áldozatainak kell kezelésekre járni, akik közül egyikük már sokkot kapott, amikor a buszon találkozott ezzel a mocskos pedofillal. Azért kellett nekünk ma is eljönnünk ide, mert a magyar nemzet immunrendszerét ti testesítitek meg. Minden normális társadalom, minden normális nép, minden normális nemzet egy ilyen esetben megvédi az áldozatokat, különösképpen, hogyha azok az áldozatok nem tudják magukat megvédeni, különösképpen, hogyha gyermekek az áldozatok. A világ bármelyik részén, ebben az esetben a közösség, sőt adott esetben ennek a településnek a közössége kellene, hogy kivesse tagjai közül az ilyen bűnözőt, aki a gyermekeinkre támad. De úgy tűnik, hogy ezen a településen, ebben a faluban az embereket még csak nem is tájékoztatták arról, hogy közéjük engednek, visszaengednek a társadalomba egy pedofil bűnözőt, aki a bírósági tárgyaláson bevallotta mocskos, förtelmes bűneit. Mert hogy ma Magyarországon a törvények, és ezt rendszeresen megtapasztaljuk, a bűnözőket védik. Nem a törvénytisztelő, becsületes magyarokat, hanem a magyarokra, sőt, ad abszurdum, a gyermekekre támadó bűnözőket. Mert ilyen a liberális jogrend. A liberális jogrend szerint mindenkinek egyenlő jogai vannak, még egy pedofilnak is ezek szerint egyenlő jogai vannak az áldozataival. Ezzel szemben a Mi Hazánk mozgalom azt vallja, azt hirdeti, és tetteinkkel ezt képviseljük, hogy egy bűnözőnek, kiváltképp egy pedofil bűnözőnek nem lehetnek egyenlő jogai a becsületes törvénytisztelő magyar emberekkel. És mindenkinek meg kell tudnia, leginkább azoknak, akik itt élnek a szomszédságban, akik itt élnek egy településen, azt, hogyha itt él közöttük egy szabadon engedett pedofil, ha itt élnek közöttük olyan ragadozók, akik megtámadhatják a gyermekeiket. A Mi Hazánk mozgalom egyedüli politikai erőként képviseli azt, hogy az ilyen pedofil beteg állatokat kasztrálni kell.
kasztrálni kell a gyermekeink védelmében, kasztrálni kell azért, hogy megvédjük a társadalmat, és megvédjük a leginkább kiszolgáltatottakat, a gyermekeket. És nem csak kasztrálni kell az ilyen beteg állatokat, nem csak börtönbe kell, rácsok mögé kell zárni, hanem azt is követeljük, ahogy az a világ számos országában, még a liberális demokraták által is példaképként állított Amerikai Egyesült Államokban is vannak olyan államok, ahol lehet már kasztrálni, de emellett azt is követeljük, hogy ne fordulhasson elő az, ami most itt előfordulhatott, hogy még a szomszédságban, még az utcában lakók között is vannak olyanok, akik nem tudják, hogy kit engedtek haza, akik nem tudják, hogy közöttük pedofil, ragadozó bűnözők élnek. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt követeli, hogy ne vonatkozzon a semmilyen adatvédelmi törvény, és ne vonatkozzon semmilyen adatvédelmi jog a pedofilokra, legyen bárki által kereshető, bárki által nyilvánosan hozzáférhető adatbázis, ahol minden pedofilt fényképpel, személyes adataival, lakcímével bárki megtalálhasson, mert minden szülőnek joga van tudnia, hogyha pedofilok élnek a környezetében. A szülők, a gyermekek jogai az elsők és a legfontosabbak, nem a bűnözők, és kiváltképpen nem pedofil, beteg állatok jogai. Ezért követeli a Mi Hazánk mozgalom, hogy a büntető törvénykönyvben ezek a változtatások, ezek történjenek meg. Parlamenti képviselőink ezt az országgyűlésben kezdeményezni fogják. Mi pedig mindig el fogunk jönni, ha arról értesülünk, hogy egy pedofilt szabadon engednek és visszaengedik az áldozatai közé. Ahogy vissza fogunk ide is jönni, ahogy meg fogjuk keresni az illetékes hatóságokat, elmegyünk az ügyészséghez, elmegyünk a bíróságra, országgyűlési képviselőinknek joga van minden egyes ilyen ügyet végigkísérni, akár személyesen is, és addig nem nyugszunk, ameddig itt, ebben a házban most is itthon lapuló pedofilt nem fogják újra rácsok mögé visszazárni. Számíthat ez a pedofil a figyelmünkre. Számíthat arra, hogyha kell, akkor újra eljövünk, hogy hírt adjunk arról a médián, a sajton keresztül, hogy itt van egy pedofil. Mert joga van megtudni ebben az utcában mindenkinek, joga van megtudni ebben a faluban mindenkinek, joga van megtudni ebben a régióban mindenkinek, hogy itt van közöttük szabadon egy pedofil. És nem a gyermekeket kell elzárni a pedofil elől, hanem a pedofilt kell elzárni a gyermekek elől. Ennyire egyszerű a mi üzenetünk, ennyire egyszerű a célunk, és ugyanúgy, ahogy Törökszentmiklóson, ahol eredményt értünk el, hiszen azt a bűnözőt végül rácsok mögé zárták, ugyanúgy ide is, ha kell, vissza fogunk még jönni, és folyamatosan számíthat a pedofil ebben a házban arra, hogy meg fogunk itt jelenni. Nagyon köszönöm még egyszer nektek, hogy eljöttetek. Azt hiszem, minden magyar ember, a szülők pedig különösképpen büszkék lehetnek rátok, akik eljöttetek, hogy megvédjetek ártatlan magyar gyermekeket ettől a pedofil állattól.